Sziasztok! Én Gergő vagyok, és ez itt egy Filmbarátok Express kiadás. Ez most tényleg Express lesz, egyedül vagyok, főleg azért, mert a stábból többiek nem igazán nézték ezt a sorozatot, másrészt pedig igazából csak Freddy kért meg arra, hogy hozzak össze egy ilyet, meg talán a kommentekben is már volt róla említés, hogy lesz-e, úgyhogy itt van, megvan, a borítón is láthatjátok, hogy a Hannibal sorozatról lesz most szó. Előjáróban annyit, hogy megnéztem hozzá a filmeket is, végignéztem a sorozatot is, most már kétszer. Először még ugye akkor néztem, amikor futott ugye hetiben a tévében, valamint az elmúlt hónapokban jött az ihletés, újra megnéztem az egészet, valamint utána még a filmeket is. Az ember vadászon kívül. Tehát a 1986-os Brian Cox-os filmet most nem fogom belevenni, nem láttam, nincs is akkora híre neki, úgyhogy szerintem talán nem is fogjátok annyian hiányolni, de mégis akkor már most elnézést kérek. Hannibal Lecter igazából a talán a leghíresebb filmes sorozat gyilkosi John Doe mellett a hetedikből. Ez részben köszönhető annak, hogy elképesztő filmben játszott el elképesztően Anthony Hopkins még 1991-ben a Bárányok hallgatnakban. Oscar-díjat is kapott, nem csak Hannibal megformálásáért Anthony Hopkins, hanem a film maga is, még azon kívül talán négyet összeszedett. Úgyhogy hát igazából nem is volt kérdés, hogy később ezt még filmre fogják vinni. A Vörös Sárkány történetet és a Hannibal című Thomas Harris regényt is Anthony Hopkins főszereplésével. Itt ugye a Vörös Sárkány, az egy Brad Ratner film volt, Edward Norton a főszerepben. Ez egy kb. Oké film volt, ez még így a Jobbik Hannibal folytatása közé tartozott, meg Ralph Fiennes elképesztő Vörös Sárkány alakításával, valamint ezután készült a Hannibal című film, ezt már Ridley Scott csinálta. És annak ellenére, hogy ugye Ridley Scott elvileg egy elismertebb filmes, mégis igazából az ő filmje a rosszabb. Talán azért is, mert nagyon perifériában van szorítva Hannibal, másrészt pedig tényleg csak egy ilyen kis mellékszereplő benne, és nem is igazán értettem, hogy ki az, aki ezt így ennyire meg akarta csinálni a néven kívül. Úgy elnézést itt a tévedésért, a Vörös Sárkány volt a második, vagy a harmadik ebben a sorban, Hannibal volt a második. És utána még készült egy Hannibal Rising című kis, hát mellé lépés igazából lesz, mert tényleg mindenki a rosszabbak közé sorolja, mert én is csak egyszer láttam, itt béna a Hannibal alakítás, béna az egész film, és nem igazán adott hozzá szerintem sokat a Hannibal mítoszhoz, maximum azt, hogy kiderül, hogy litván származású a hősünk. Viszont utána 2015-ben bemutatkozott a tévékben a tévésorozat, amire hát igazából mindenki szerintem szkeptikusan nézett, mert mi értelme van Anthony Hopkins nélkül Hannibal történetet elmesélni. Aztán ott kiderült, hogy Brian Fuller fogja ezt megcsinálni, akinek azért voltak előtte jó kis sorozatai, ugye Pushing Daisies, meg a még egy másik sorozata, igazából mind a kettő egy évadot ért meg, és kulcs státuszba jutott, úgyhogy nem igazán vagy az emberek egyre bizakodóbbak lettek, aztán bemutatkozott, és engem annyira nem nyűgözött le az első két rész, mert egy ilyen nagyon egyszerű kis nyomozó sorozatnak tűnt, Hannibal sem tűnt túl érdekesnek, aztán utána jutottunk a harmadik részig, és így és én akkor lettem szerelmes, tehát, hogy engem akkor kapott el igazán a sorozat. Aztán egyre inkább bemutatták nekünk a saját víziójukat Hannibalról a készítők, és igazából Mads Mikkelsen ennek így a második legnagyobb mozgató rugója, mert hihetetlen, amit ebben a karakterben, vagy ezzel a karakterrel leművel, tehát annyi réteget adott hozzá, egy bizonyos szintű érzékenységet, mert ott volt ez a kifinomult, távolságtartó, mégis borzasztóan intelligens figura, akinek ugyanakkor a kegyetlenség is testhez álló és természetéből fakadó szinte. És az, ahogy mellé még hát Hannibal a kannibál, az ember evést, ember készítést bemutatták, az egy teljesen más szint.
Tehát az a fajta undor, amit az ember érez, amiközben készíti a sült üdőt, meg a többi kusztustalanságot ugye emberi szervekből. Hát egyrészt megundorodik az ember magától a látványtól is, mert olyan esztétikával van elkészítve, és az esztétikából következik, hogy egy nagyon-nagyon elborult pillanatban még te is megkóstolnád, tehát az ember már saját magától elkezd undorodni, és ez az egész esztétika bejárja az egész sorozatot, belengi az egész sorozatot, tehát David Slade-del volt ugye a házi rendező itt a sorozatnál, aki korábban a Cukorfalatot készítette, a 30 Days of Night című vámpíros filmet, valamint az egyik Twilight felvonás is neki köszönhető, szerintem azóta is letagadja. Minden esetre hihetetlen vizualitása van a sorozatnak, a színekkel, ahogy játszik, a távolságokkal, a központozással, tényleg egyszerűen mozifilmek elszégyellik magukat mellette, és akkor utána még ott vannak ezek az elképesztően beteg víziók, az elképesztően beteg bűncselekmények és tettek, amik benne vannak, tehát azok a... Én nem tudom, hogy melyik volt az a kreatív elme, nem tudom, hogy kreativitásnak nevezhető ez, de annak, mert a sorozat is igazából erről szól, elképesztő kompozíciók vannak benne, amit a kegyetlensége, amit ott el tudnak követni, és tényleg, tehát itt totemoszlopokat készítenek, embereket nyúznak, összeragasztanak, összevarnak, szétszednek, embereket lovakba belevarnak, tehát tényleg a határ szinte a csillagoség, vagy éppen az emberi elmemélysége, szab igazából neki határt, és hát kell hozzá gyomor. Tehát az embernek ehhez nincsen türelme, toleranciája, akkor nagyon messziről kerülj el, mert nagyon nehéz. És ez csak a vizualitás. Hogyha még mellé hozzáveszik azt, hogy a történetben milyen mélységeket megjárnak az emberi pszichében és az emberi léleknek a sötét oldalával, páratlan teljesítmény, amit az írók itt megcsináltak, és nyilván itt ez nem csak Hannibalnak köszönhető, meg Mads Mikkelsennek, hanem ebben remek partnere neki Hugh Dancy, aki Will Graham karakterét játssza, ugye Will Graham ő a Vörös Sárkány című filmben is benne volt, őt ugye Edward Norton játszott akkor. Hasonlít a két karakter amúgy, bár itt kicsit szabadosabban értelmezték a sorozatban, mert hát tehát ugye vizuálisan sokkal erősebb, ezért sokkal érzékletesebben mutatják be Will-nek az empátia képességét, amivel ugye hatalmas segítséget tud nyújtani a nyomozóknak. Tehát ugye ránéz egy bűncselekményre, és akkor így bele tud kerülni a személyiségébe, vagy át tudja érezni az elkövetőnek a motivációit, és hogy mi volt neki a célja. És ez borzasztóan látványosan van bemutatva, és tényleg le a kalappal a rendezők előtt, meg azok előtt, akik kompozíciókat megcsinálták, fantasztikus munkát végeztek. És ugye Will, mivel ugye mindig egyre mélyebbre kerül ezekbe a gyilkosságokba, így az elméje sem bírja ezt egyszerűen elviselni, és emiatt kerül össze Hannibal Lecter. És az ő közös terápiájuk, beszélgetéseik, barátságuk majd később, ez egy sokkal bensőségesebb, ezt most vegyétek úgy, ahogy akarjátok, nem akarok belemenni spoilerekbe, kapcsolat alakul ki, ami talán így a tévézés történetének egyik legellentmondásosabb és legérdekesebb kapcsolata, talán, amit láttam, és tényleg ehhez fogható, az tényleg nekem nem volt szerencsém. Minden esetre tényleg a sorozat egyszerűen egybe van. És az első évad az még jó, a második évad az meg talán az egyik legjobb 13 epizód, amit valaha láttam. Tehát az számomra egy olyan páratlan élmény, és folyamatosan pakolják egymásra a fordulatokat, meg a különböző eseményeket, és az ember az így keresi az arcát, és így nem érti, hogy történhet ez meg, és hogy tudtunk eddig enélkül élni. És szabályosan zárójelbe teszik, legalábbis számomra. A bárányok hallgatnak ott, és számomra Mads Mikkelsen és Brian Fuller, meg Hugh Dancy rakta össze azt a Hannibalt,
amiért tudok rajongani, és ami miatt én azt mondom, hogy ez így a legjobb és legkirályabb Thomas Harris adaptáció, amit valaha csináltak. A sorozat 3 évadot élt meg, tehát a 3. évad után kaszálták, mert hát ez túl jó volt a tévének, vagy nem tudom, tehát azért tényleg egy borzasztóan extrém és szélsőséges sorozat volt, szélsőséges elemekkel, amik egyszerűen az embereknek nem befogadható, vagy egy nagyon-nagyon kicsi rétegnek, szűk rétegnek befogadható, és ezért is én nem sok embernek merem ajánlani, nagyon kevés ember van, akik azt merem mondani, hogy na, nézzél Hannibalt, mert király lesz. De az, aki rákap az ízére, aki vevő erre, az pedig teljesen oda meg vissza lesz érte, és egy olyan élmény lesz számára, amire így az ismerőseinek, annak a kevésnek, aki lát, az azt fogja mondani, hogy úristen, nem ízze le, hogy mi történt. És utána pedig egy nagyon jó beszélgetéseket lehet ebből kihozni, mert tényleg lehet róla beszélgetni. Még egy ilyen kis, vagy hát két apróság, hogy egy rengeteg utalás van a filmekre. Tehát nagyon nagy tisztelettel nyúltak hozzá, és nagyon jó pofák. Tehát például a nagyon híres mondata a Hannibal Lecternek, amikor arról beszél, hogy a nyomtatvány, amit ki akartak vele töltetni, az ahhoz vezetett, hogy megette a népszámlálónak a máját nagyszemű babbal, és finom kiántit kortyolt hozzá. Ez itt is benne van, csak egy kicsit más kontextusban, de tele van ilyen apró utalásokkal a sorozat. A másik pedig a címadás. Nagyon ritkán szoktam én ráakadni arra, hogy úristen, most milyen címet adnak egy epizódnak, de itt ugye minden évadnak egy... Az első évadnál ugye francia fogások a címei az epizódoknak, a másodiknál japán fogások, a harmadiknál pedig az olasz, valamint a 3. évadnál ugye van egy, az tulajdonképpen 2 évadnak számít, mert van egy komoly törés egy bizonyos ponton, és hát így tényleg a sorozatban ugye találkozni fogunk a Hannibal regénnyel, a Hannibal ébredése regénnyel, valamint a Vörös sárkány regénnyel is. Az egyetlen dolog, amit sajnos nem tudtak megvalósítani a kasza miatt, hogy ugye elkaszálták a sorozatot 2015-ben, ugye akkor ért véget, és szerintem 2015-öt is mondtam kezdésre, úgyhogy abban számoljatok vissza 2-t. Mindenesetre 2015-ben, amikor elkaszálták, akkor még nem tudták megcsinálni a Bárányok hallgatnak ott, és az lett volna elvileg a 4. vagy 5. évadnak a története, amit sajnos soha nem fogunk látni, tehát azóta is tárgyalgattak, meg kérdezgették ugye a készítőket, hogy lesz-e, nem lesz, minimális esély van rá, bár a színészek jelezték, hogyha mégis, ne adj Isten, egyszer valami csoda folytán elkészülne, akkor ők visszatérnének. És hát reménykedni mindig lehet, de igazából nem hiszem, hogy bárki és ezt már ebben még őszinte hinne, de még lehet szerencsénk, bármi megtörténhet. Mindenesetre tényleg nekem egy hatalmas nagy kedvencem lett a Hannibal sorozat, és azóta is várom azt, hogy mikor lesz valami olyasmi, ami akár ezen a vonalon el fog indulni. Esetleg volt még ugye Manhunt, vagy a Mindhunter Netflix sorozat, ami hasonló szinten foglalkozott így a sorozatgyilkosoknak a pszichológiájával. Abban még csak 1 évad van, úgyhogy még van idejük arra, hogy olyan magasra jussanak, mint akár a Hannibal. Ott is megint csak az van, hogy várjuk ki, hogy mi lesz belőle. Minden esetre én nem akarom ezt tovább boncolgatni, mivel nem akarok belemenni spoilerekbe. Ez csak tényleg egy rövid élmény beszámol, és igazából csak azt akartam elmondani veletek, hogy számomra milyen élmény volt ez. Ti is, hogyha láttátok, akkor írjatok valamit róla, akár, hogy nektek mi volt a kedvencetek, miért nem tetszett esetleg a sorozat, miért hagytátok ott a sorozatot, vagy hogy mi az, amit még esetleg szeretnétek látni ebből. És hát próbáljátok meg amúgy még terjeszteni az igét egy picit, mert tényleg, hogyha megfelelő közönségét megtalálja, akkor egy nagyon-nagyon-nagyon meghatározó emlékként meg tud maradni az embereknek az emlékezetében. És még nem is sok, mert összesen talán hát 39 epizódunk van, ami nem sok, de nem is mondható igazából kevésnek, mert azért el lehet vele szöszmötölni egy pár hetet, amíg az ember a végére ér.
Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, türelmeteket, köszi szépen, hogy meghallgattátok, és hát akkor sziasztok!